idén is két teltházas előadás keretében tartották meg a Nógrád Táncegyüttes adventi gáláját Salgótarjánban, december 3-án a József Attila Művelődési és Konferencia Központ színház termében. A Nógrád Táncegyüttes tavaly ünnepelte 40. Az ifjú Nógrád idén ünnepli 10. születésnapját. Ezek mögött az évek mögött a táncosok részéről nagyon kemény munka, a szülők részéről pedig rengeteg odaadás, valamint szeretet áll. A csapat nem hiába kapta meg az elmúlt hetekben 5. alkalommal a kiváló minősítést, mondta Fekete Zsolt polgármester. A gálán több elismerést is kiosztottak. Salgótarján emlékérmet kapott Bartelné Ruskó Zsuzsanna néptáncoktató. A város vezetője ajándékkal ismerte el Szabó János munkáját. És mindezek mellett, akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy az én bajuszviseletem az nem ilyen, mint amit most látnak rajtam. Ezt két hónapja próbálom növeszteni. A Nógrád Táncegyüttes és a János tiszteletéből nem tudtam utolérni, higgyék el. Mindent próbáltam, tegnap még cukros vízzel is húzogattam, hogy hát hegyen, így lehet látni kicsit azért valamennyire. Úgy gondolom, hogy én személy szerint ezzel szeretném kifejezni becsületemet és odadásomat mind a Nógrád Táncegyüttes, mint János irányába. Az advent előtt ezt már le fogom vágni, vagyis visszaáll az eredeti bajusz mintám. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. A gálán megünnepelték az ifjú nógrádosok fennállásának 10. évfordulóját, valamint a Zente Ferenc Színházzal való sikeres együttműködésüket. Több táncos külön elismerésben részesült, az év táncos nője Persik Nikoletta, az év táncosa pedig Hegyesi Mátyás lett. A dupla előadáson valamennyi generáció színpadra lépett, méltó módon köszöntve advent időszakát.